Utazásokat, kirándulásokat, divatbemutatókat, farsangi táncos zenés mulatságokat, születésnapokat és még sok más programot is szervez lakói számára a Villa Ancora. Orvosi felügyelet, 24 órás nővéri felügyelet, van napi 5-ször étkezés, vannak programok, van wellness részlegünk, fodrászszalon, pedikűr, manikűr, fizioterapeuta, ez is nagyon fontos, munkaterapeuta, úgyhogy ilyen változatos, nagyon jó a konyhánk, ami nekünk egy fontos dolog, tehát hogy egy jó vajdasági konyhával idevonzuk a bentlakókat, vannak külföldről is elég sokan. A Villa Ancora tagja a Szerbiai Magánszociális Védelmi Intézmények Egyesületének, rendszeresen szerveznek gyűléseket. A folyamatos fejlesztéseken, újítások bevezetésén, projekteken és a szakemberek továbbképzésén dolgoznak. U privatnim ustanovama vi dobijate apsolutno istu stvar. Ne kažem da je skuplje, ne kažem da je jeftinije, nekad možete i da dobijete i bolju uslugu i većinom bolju jer su moderniji objekti, novi su pristupi u saradnji sa srodnicima, sa korisnicima, malo je to sve modernije, ali ono što je najbolje da je mnogo brži smeštaj. Az illetékes miniszter és államtitkár körben járták, és egyenként elbeszélgettek a kiállítókkal. Ha a szociális védelmi háló egy országban sikeresen működik, az azt jelenti, hogy a társadalom is sikeres, fogalmazott Alexander Vulin. A szociálpolitikai tárcavezető hozzátette, fontos, hogy az emberek ismerjék a jogaikat ezen a területen, és hogy bekapcsolják őket a védelmi rendszerbe. Politika ove vlade, politika vlade Aleksandra Vučića jeste da nema smanjivanja davanja u socijalnoj zaštiti. I ni jedno pravo u socijalnoj zaštiti nije umanjeno i neće biti umanjeno. Narednim zakonskim rješenjima mi očekujemo da će čak neka biti i proširena, ali ne u smislu da je to sad neko bezobalno davanje, već konkretne potrebe, zadovoljavanje konkretnih potreba naših ljudi, ali zahvaljujući tome što bolje radimo, imamo više novca, više štedimo, a samim tim možemo da damo u socijalnu zaštitu. Az illetékes minisztérium által életre hívott rendezvénysorozat számos városba eljut az országban. Célja összekötni a különböző intézményeket és megismertetni szolgáltatásaikkal az érdeklődőket.